Ahhoz képest, hogy az 1 és 10 közöttnél mindenképpen több, főleg, hogy hátha nem esnek ki a kerekei, meg fölmegy a hegyre, meg meg tud fordulni majd a, akinek úgy tetszik jobban, Szél Kálmán téren, nekem úgy van valaki, Népszava biztos Moszkva térnek nevezi, de hát én nem populálom ezt a érzelmi kötődést, de az a helyzet, hogy nem szívesen nyilatkozom erről a magyar közgyártásról, ami eddig történt, arról nekem megvan a maga véleménye, már 2016 eleje óta, és azt hiszem, hogy néhány komoly döntéshozót komolyan félrevezettek ebbe a közgyártás ügyében. Nem bízom abban, hogy rövid távon kellő mennyiségű magyar gyártású buszt kaphatnánk, vagy kaphatna volám. Bolla úr erről majd mond részleteket, én is mondhatnék, de nem kívánok különösebben belemenni. Miért mondom azt, hogy szeretné vagy ártatni a buszokat a BKV? Azért, mert azzal egyetértek, hogy a magyar gyártókat kellene elsősorban preferálni. Na de ha valaki évekig azt mondja magáról, hogy ő tud busz gyártani, aztán mindig kiderül, hogy nem tud, és mindig megmagyarázza, hogy hát igaz, hogy nem tud, de mégis csináljunk úgy, mintha tudna, ezzel nem tudok mit kezdeni. Egyrészt, és azt nem tudom, hogy válaszolni, hogyha az